kollégáknak. Hát a mai délelőttön néhány fontos kérdést igyekszünk végig tárgyalni adózás tekintetében a pénzügyi szakterületet érintően. Ugye a nagyobb adónemeket, illetve kifejezetten a pénzügyi szakterületet érintő adókat veszünk górcső alá. Nyilván azért tapasztalható az elmúlt egy-két év jogszabályváltozása alapján, hogy nagyon lényeges csontigható változás nem igazából fordult elő ezen a területen. Igaz, különösen a pénzügyi szervezeteket érintő adók tekintetében azért folyamatos egyeztetés, változtatási igény merül föl alapvetően a szervezetek az érintett adóalanyok részéről. Ezeket a változásokat kiemeltem. Fogom jelezni majd itt, ez kifejezetten a pénzügyi területet érintő terület. A tematikát én úgy állítottam össze, hogy adóeljárási kérdések föl tudjanak vetődni, tehát ebben a legfontosabb változások, hiszen ezek a kérdések érintik a pénzügyi szakterületen tevékenykedő szervezeteket is. Beszélünk néhány fontos áfa kérdésről, ami részben változásokat, részben a pénzügyi szakterületet érintő szabályokat jelenti és tartalmazza, illetve a személyi jövedelemadózás tekintetében azokat a kérdéseket próbálom taglalni, amelyek az érintett szféra szervezeteit érintik szabályozás tekintetében. Ezek között nyilván vannak olyanok is, amelyek változásokat is hoztak 2017-re. Na nézzük az adóeljárási kérdéseket. Hát ugye adózás rendjéről szóló törvény először is azt szeretném leszögezni, hogy minden várakozással ellentétben még szépen így van, ahogy van. Ez a 2003. évi 92-es törvény. Ezt azért szeretném mondani, mert érik egy meglehetősen alapos ART kodifikáció, újra kodifikáció, tehát a közeljövőben erre is lehet majd számítani. Volt arról egyébként elképzelés, hogy már ez 2017-től is hatályos szabállyá tud válni, jelen pillanatban ez még azért átdolgozás alatt van. Na, ami viszont nagyon fontos, és a tavalyi évben alapvetően befolyásolta már az adózói létet, ha lehet így fogalmazni, ez az adózói minősítés. Az adózói minősítés rendszer ugye 2016. január 1-től lépett hatályba. Nyilván ennek a fő szabályait mindannyian nagyon jól ismerik.